Jó reggelt! Áldott napot. Isten népe, ébresztő! Győztes, sikeres, áldott, teljes, királyi papság és szent nép. Isten népe, ébresztő! Isten népe, ébresztő! Köszöntelek titeket ezen a fantasztikus hétfő reggelen itt az új hét kezdetén. Remélem, hogy kitartatok velünk, ahogy tanulmányozunk Isten igényét ilyen korán, és olvassuk a a realitás abszúdiáját. Eh, vagy ha később csatlakoztok, akkor is nagyon hálás, vagyunk értetek. Imádkozzunk. Drága mennyi, atyám, szeretünk és áldunk téged. Kérlek, hogy te tanácsolj és te vezess minket minden szituációban, hogy a neked tetsző akarat valósuljon meg. Hogy a te akaratodat töltsük meg, be, Uram, és sok gyümölcsöt teremjünk a Jézus hatalmas nevében. Gyümölcs termés legyen szerte a világon az Eklizsi által Jézus hatalmas nevében, Uram. Amen. A mai üzenet címe Krisztus egy olyan hely, amilyen nincs még egy. Tehát egy, egy új kijelentés érkezik, a kri, hogy Krisztus egy hely. Jézus Krisztus egy személy, de Krisztus egy hely. Majd erre készüljetek. És amilyen nincs még egy. Tehát nincs még egy ilyen hely. A 2. Korintus 5.17 azt mondja, azért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régiek elmúltak, imé újjá lett minden. Tudjátok, uh, Kétféle biblia fordítás létezik. Az egyik, amelyik szó szerint fordítja le az igét, ilyen például a károlig gáspárféle fordítás, és a másik, amely magyar, magyarázatokat ad hozzá, például ilyen az egyszerű fordítás uh, Magyarországon, vagy a King James az angol bibliák közül, az a, az a szó szerinti fordítás, és az egyéb NIV, meg Amplified Classic, meg Amplified és a többi az magyarázó fordítás. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy a szó szerinti fordítás egyszerűen lefordítja a szó szerint, ami oda van írva. Még akkor is ez nem tűnik logikusnak, és a, a magyarázó fordítás pedig, pedig megpróbálja megmondani, hogy ott vajon ezzel a kifejezéssel mire gondolt az író. Ezért jó a szó szerinti fordítás, mert azt mondja, még egyszer az alapigényket, azért, ha valaki Krisztusban van, 2 Korintus 5.17. Ha valaki Krisztusban van, tehát Krisztusban lehet lenni ő egy hely. Új teremtés az. A régiek elmúltak, imé új lett minden. Most a magyarázó forításban ezt lehetne úgy is fordítani, hogy azért, ha Krisztussal kapcsolódtál, meg ilyenek, de itt nem azt mondja, hogy Krisztussal kapcsolódtál, nem azt mondja, hogy Krisztus tette az életed urává. Egy dolgot mond, Krisztusban van. És akármilyen sokkolónak hazik ez, hogy lehet, hogy lehet Krisztusban lenni? Akármilyen sokkolónak hat ez, ezt mondja Isten igéje. Ezért én jobbnak tartom a szó szerinti fordításokat, és legfeljebb beszerzek mellé egy, egy, egy olyan programot, ahol az eredeti héber és görög szavakat meg tudom nézni, és így megértem annak az igének az egyéb jelentéseid is. Nem annyira szeretem a magyarázó fordításokat, persze sokaknak az is segít, de nem hajszál pontos, hanem már benne van az a feltételezés, hogy a fordító hogyan érti azt az igét. Tehát itt a helyes fordítás tipikusan egy ilyen helyzet, ahol a magyarázó fordítások fordíthatják ezt máshogy. Nem tudom, hogy hogyan fordítják, nem, nem kritizálni akarom őket. Csak megállapítottam, hogy nagy a kísértés ilyenkor a fordítóknak, hogy máshogy fordítsa, de a szó szerint ide az van írva, hogy ha valaki Krisztusban van. Új teremtés az. A régek elmúltak, új e újjelet minden. Itt az ímé e azt jelenti, hogy lásd, meg kell látnod, hogy minden újjelet. És akkor menjünk bele a rapszódiába. Egy nap keresztelő János néhány tanítványa odament az Úr Jézushoz. Észrevették elsősorban, hogy Jézusnak volt egy háza, mert ők keresztelő Jánost követték a pusztaságban. Jézus maradtak a nap folyamán, és kérdéseket tettek fel neki Isten királyságával kapcsolatban, és Jézus megválaszolta a kérdéseiket. Amikor beesteredett, nem akartak visszamenni Jánoshoz, és a Biblia leírja, hogy onnantól kezdve Jézussal maradtak, és sosem tértek vissza Jánoshoz. Megtalálták azt, amire a lelkük vágyott. Véget ért a keresésük. Hazaérkeztek. Igen, Krisztusban otthon vagy. Krisztus egy személy. Krisztus egy hely. Olyan hely, amiből nincs még egy benne, Krisztusban, békességben vagy. Benne kiteljesedsz. Benne megérkeztél. Krisztus. Milyen csodálatos hely ez. Amikor azok a tanítványok odaértek hozzá, megtalálták azt a helyet, ahol a szeretet tartózkodik. A helyet, ahol a szeretet uralkodik és kormányoz. A helyet, ahol csak is a kegyelem és az igazságosság működik. És bővölködik. János tanítványait elragadta a szeretet, amikor Jézushoz mentek, úgy, ahogy ma minket is. Ahogy hallgatták őt, a keresésük vérget ért. Amikor oda mész hozzá, otthonra találsz. A küzdelmeid véget érnek. Ha még nem fogadtad be Krisztust, fogad be őt most. Jöjj Krisztushoz azáltal, hogy elmondod a megtérő imát, amit a 76. oldalon találsz a rabszódia végén. Nagyon-nagyon fontos dolog az, hogy Krisztusban vagyunk. Tehát lehet, hogy én fizikailag itt Magyarországon ülök a Borsot megyei Kánó határában, de igazán én mennyeinek Krisztusban vagyok, és ez erősebb, ez fontosabb dolog. Ezért én a mennyekből az imáim meghallgatatása találnak, démonokat tudok űzni, megvallásokat tudok tenni, szólok a betegeknek, hogy gyógyuljanak meg, és te ugyanezeket tudod elkövetni, ha Krisztusban vagy, és ezt fel is ismered. És Krisztusban lenni az nem egy nagy csoda, mármint olyan értelemben, hogy nem, nem kell neked semmi extrát tenned, hogy oda kerüljél. Fogad be az Úr Jézust a szívedbe, és nem csak Krisztus kerül a szívedbe, hanem te is Krisztusban. Krisztus benned, és te Krisztusban. Ehhez azonban fontos, hogy felkeres egy gyülekezetet is, mert azt mondja az ige, hogy, hogy Krisztus a test. Tehát az egyház aki a test, aki a hívők összessége, ő Krisztus. Tehát a Krisztusnak a feje Jézus, és Krisztus maga az a hívők közössége. Hogy kerülsz Krisztusba? Ha bemész a gyülekezetbe. Persze úgy, hogy úgy vagy születve. Nem tudsz úgy Krisztusba kerülni, hogy Krisztus nincs benned. Nem arról szó, hogy eljársz bűnösként oda, és nem csinálsz semmit, attól bűnös maradsz. Hanem ha már befogadtad a szívedbe Krisztust, és tartozol is egy gyülekezethez, akkor nem csak Krisztus van benned, hanem teljes Krisztusban vagy. És akkor más szabályok vonatkoznak rád. Lehet, hogy nézed, hogy mennyivel emelkedik a, 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 gáz meg a villanyára, de rád új szabályok vonatkoznak, és Isten gondoskodik rólad. Mert te Krisztusban vagy, és csak másodszorban vagy Magyarországon. Rád nem ezek a szabályrendszerek, nem ezek a minták vonatkoznak. Ha jön a gazdasági válság, de nem arra készülsz, hogy elveszted a munkádat, és, és most már nem fogsz autóval járni, hanem biciklivel. 120 km- hanem, hanem te készülsz arra, hogy mit akar Isten, és lehet, hogy lefele megy az egész világ, és te tökéletesen az ellentétes irányba mész. Ez a megdöbbentő. Úgyhogy tudatosítsd magadban, hogy te elsősorban Krisztusban vagy. Azért vagyunk a Földön, hogy végezzük Krisztus munkáját. de, de amúgy mi Krisztusban vagyunk. Itt vagyunk a Földön, evangelizálunk, tanítványozzuk az embereket, prófétálunk, imádkozunk, és, és, és tanításokat mondunk el, és szeretjük az embereket. De mi az elsődleges pontunk, mi az elsődleges helyünk? Krisztus a mennyekben. Halleluja. Mondjatok kérlek, utána ezt az imát. Drága Atyám, köszönöm Neked, hogy Krisztus jelenlétében lakozhatom, aki bennem van a Szent Szellem által. Krisztus az én nyugalmam helye. Az otthonom, az egészségem, a vagyonom és a dicsőségem. Mivel Krisztus bennem él, és én benne élek, győztesen jövök ki minden helyzetből. Hatalmasan fejlődök, és a Szent Szenem által óriási lépésekkel haladok erőre és minden kis erőfeszítésemmel bőséges és kiemelkedő eredményeket érek el. Jézus nevében. Amen. Drága testvéreim, nagyon örülök, hogy velem tartottatok. Kívánok nektek egy fantasztikus hetet, fantasztikus napokat, és holnap ugyanekkor ugyanígy találkozunk. Az Úr áldjon Jó reggelt! Áldott Isten népe, ébresztünk! sikeres, áldott, teljes, királyi papság és szent nép. Isten népe, ébresztő!